Nyári felvételek a Nyíregyházi Laborkaféban, itt is teljesíthetik 50 órás közösségi szolgálatukat a diákok, közös megegyezés alapján több feladatot is vállalhatnak a fiatalok. Az elmúlt egy évben, amióta a Tabula Plaza Alapítvány üzemelteti a Laborkafé közösségi teret, azt tapasztaltuk, hogy a diákoknak és gyakran szüleiknek is egyfajta szürke folt még ez, hogy mire is jó a közösségi szolgálat. Nyilván tudják azt, hogy kötelező teljesíteni, de hogy hogyan lehet ez a diák számára hasznos, hogyan lehet a karrierjének az első lépései a közösségi szolgálat 50 órája, ezt próbáljuk megtanítani azzal a tananyaggal, amely online lekérhető a Tabula Plaza Alapítvány e-mail címéről. Az alapítvány közel 20 másik fogadó szervezettel együtt Nyíregyháza belvárosi bevásárlóközpontjában mutatkozott be. Az iskolai közösségi szolgálat bőrzét idén második alkalommal rendezte meg a Központi Ifjúsági Egyesület. A szervezet vezetője úgy látja, sok tanuló diák közmunkának vagy kötelező önkéntességnek tartja a szolgálatot, ám vannak olyanok is, akik megszeretik azt. Fiatalok, én azt gondolom, úgy állnak hozzá, mint minden egyes tantárgyhoz, valaki szereti, valaki nem szereti, valaki imádja és még pluszba is csinálja, valaki meg örül, hogyha teljesítette az 50 órát és kipipálta. Én azt gondolom, hogy a szervezeti oldal az ennél egy síkúbb, hiszen a legtöbb szervezet azért értékként gondol erre. Arról szól vita szakmai körökben, hogy a felépítése a rendszere az jó-e, de az, hogy ez egy értékes dolog lehet, hasznos lehet a fiataloknak, fejlesztheti az ő szociális életviteli kompetenciáikat, kinyithatja őket a világra, abban azért szerintem szakmai egység van. A bőrzére 10 iskola több száz diákja érkezett. A Veselényi Miklós középiskolába járok, 10. tanuló vagyok most. Igen, már voltam közösségi szolgálaton, még hiányzik körülbelül 30 óra, de nagyon szívesen letölteném a könyvtárban akár, vagy a rendőrségen, nagyon érdekelnek ezek a dolgok. A statisztikák azt mutatják, a legtöbb iskola és tanuló az érettségi előtti évekre koncentrál, így a diákok többsége már a 10.-11. évfolyamon teljesíti a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot.